Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futbalkarcsún! A mai videóban pedig Top Scrum, azaz félig ilyen prémium szériás egészen egészen drága csomagok lehet benne aláírt, számozott mindenféle jóság, Bundesliga kiadás. Nagyon jól néznek ki a kártyák és a pakkok is, úgyhogy nagyon izgatott vagyok ezzel a videóval kapcsolatban, hiszen hasonló már volt Sima Top Scrum nem Bundesligás, hanem Bajnokok Ligás meccsetekspakkokkal. Akkor is ugyanígy összemértük a tudásunkat a draftban, sportkárc hangerivel, akkor kommentben mi rogattatok, hogy kinek lett úgy nagyjából jobb a kerete, nagyon sokan írtátok, hogy nem döntenétek, szerintetek ugyanolyan jó mindkettő. A lényeg, hogy izgalmas volt, összeállítottunk csapatot, a kolléga is, meg én is. Na most ezt ugyanúgy megtesszük ezekkel a Bundesligás krompakokkal, kiszedünk ebből 11 darab csomagot, és mindegyikből egyetlen egyet választhatunk. Négy kártya van, ugye ezekben már jó vastagok, meg prémium, meg mit tudom én. Három, még három, az hat, hét, szedem mondjuk alulról, nyolc, kilenc, tíz, kipotyogott, itt is legyen tizenegy, marad négy csomagom, még majd egy másik szuper videóra. Úgyhogy így nézünk ki. Itt van a 11 darab napsütötte csomag. És a különlegesség ebbe az egészben most, hogy nyereményjáték keretein belül el kell döntenetek, hogy melyikünké a jobb. Itt nincs olyan most, hogy döntetlen vagy ilyesmi, el kell dönteni, hogy melyikünk kerete lesz a jobb, és öt darab ilyen bontatlan csomagot tudtok nyerni, amiben tényleg, ahogy mondtam, lehet aláért, számozott biztos, hogy lesz valószínűleg paralel, tehát vannak benne nagyon jó kártyák, Szoboszlai, Szalai, Vili Orbán, mindenféle jóság, Úgyhogy ebből tudtok 5 pakot, így a kollektól a sportkárt meg én itt közösen hoztuk össze, hiszen nem olcsó csomagokról van szó, és ezt így önköltségesen álltuk közösen. Ha azt majd megtudjátok videó végén, hogy hogy kell ebben részt venni, majd azt várjátok ki, illetve leírásban is ott van a link. Most viszont! A legfontosabb, rakjuk össze a keretet, hiszen az a vágok neki a versenynek. A kerettel ide is rakom a csomagokat, ott látjátok tökéletesen, hogy nagyjából mennyi van még hátra. Bontsuk is ki az elsőt. Nézzük most így olló nélkül, csak is szabadon. Egészen könnyen bontható egyébként óló nélkül is. Nem kell ezt túl misztifikálni. Számozottság, aláírtság nem nagyon fog dönteni, ha jön ilyen. Nagyon örülök neki, de igazából a lényeget majd a játékos jelenti, aki rajta van. Van itt nekünk egy leveling, nagyon szép Helden von Morgan típusú kártya, majd utána egy Turan, Markus Turan, Spieler, ugye ez ilyen különleges digitális aláért, egy viccel, ez már egész jó, ez már egészen jó, a Dortmundos, majd utána egy Mario Gomez, Bundesliga legenda paralel, azt a minden de jól néz ki, nem számozott, de speciális, maximálisan speciális. Te jó ég, de királyul néz ki, ez, ez az egész csillogás, ez, ez fantasztikus, és hát a legendnek 90-es pontszám támadóként, az nagyon-nagyon durva, meg hát tényleg Mário ez valóban egy, egy, nagy sztár, egy legenda. Nagyon különleges játékosok jöttek, úgyhogy ennek örülök egyébként. Én már teszem is ki standre, hiszen itt fognak szerepelni a kártyák. Egyből a legenda, akár csapatkapitán is lehetne, Mário Gomez. Eddig elégedett vagyok, úgyhogy megtartom ezt a bontási szokást. Ode fura, figyeld már! Nem, nem, nem szakadt el a csomagolás, csak a fólia lett lehúzva róla, ilyet se sűrűn látni. Na, de most már megvan, és az számozott lesz. Bizony, bizony, az egy számozott kártya, sarkakra nagyon-nagyon figyelünk, úgy, kiakasztjuk, tökéletes. Van itt, van itt először egy Angriff Endo, Union Berlin, egy Süle, na jól van, na jól van, ez, ez nagyon király eddig. Majd utána, ez pedig egy Hoffenheimes Raum, illetve a végére egy Balmagnet Neuhaus, azt a mindenit, de szép! Jézusom, per 99,22, de szép ez a zöld! Jó ég, nagyon menő kártyák vannak hát ide. Temetőbe ezt majd fölülre rakjuk, az biztos. Én, én szerintem Sülét választom egyébként. Ő azért, azért egyáltalán nem rossz, úgyhogy... Uh, szerintem ő tökéletes lesz ide a védelembe. Úgyhogy, ja, Szent, persze, Szent. Úgy... Na, standra is kerül süle, úgyhogy egyenlőre így nézünk ki. Nem rossz, nem rossz, úgyhogy bonthatunk tovább. Majd, ha tényleg valami nagyon nullás pakjon, akkor átállok az ollós bontásra. Megint ilyen furcsán bontódik, és az egy számozott bajer Münchenes. Azt a mindenit. Jó lesz ez, jó lesz ez, srácok. Jackkel, majd utána ez pedig egy Young, majd utána egy Boateng, nem lenne rossz. Ez viszont megint egy legenda, Lothar Mateusz legenda. Jézusom és számozott lila 299 per 193. darab. Azt a itt legendákat ele leszünk. Ez, ez nagyon durva. Hát, ha ezt meg tudja közelíteni sportkárc, akkor emelem kalapom előtte. Nagyon-nagyon nagy mázlim van ezekkel a csomagokkal még egy legenda kártya, a kettő legenda alkotja a csatársort eddig. Elképesztő, elképesztő, és egyébként Mateusz középpályára is egészen jó. Úgyhogy én lehet, hogy lehúzom őt középpályára. Igen, hivatalosan középpásnak írja. Nem is baj, nem is baj. Pedig támadóba is nagyon-nagyon durva a csávó, de én támadó középpásként fog szerepelni akkor itt a keretbe. Jó lesz ez, most előről bontom, úgy valami színes ott megint van. Óvatosan, nagyon óvatosan bánjatok az ilyen minőségű kártyákkal. Diabi, majd utána egy játékos, ez pedig egy Nilsson, majd utána egy Brooks. Nem rossz Brooks se egyébként, főleg, hogy Lila kiadás, az egész szép, 299-229-es ő védőként azért eléggé jó lenne egyébként. Most én Diabit támadóként, meg Seguint középpályára nem biztos, de Brooks az illetette már a névjegyét, úgyhogy én, én őt választom. Ő elég komoly Bundesliga tapasztalattal rendelkezik, Hertába is azért nagyon komoly szerepet töltött be. Legyen ő a Lila Brooks, Lila Lila alá, szerintem az ott tökéletesnek tűnik, jó van, a védelem az egészen jól áll, Bitang játékosok alkotják, most innen középről veszek egyet, illetve leveszem az ólót, és megnézzük, hogy úgy mit hozok ki egy ólós -egy bontással. Kis babonát is vigyünk a dologba. Van itt nekünk egy kor, középpályás, majd utána egy Freiburg játékos, Schmidt, egy Helden von Morgan kiadásos Redán, egyenlőre nem győzött meg. Na de az utolsó, Guerrero! Oppáré, kék kiadás per 150-141. Guerrero, nagyon komoly. Nagyon-nagyon komoly jön a védelem szélére. Ő tökéletes szélső egyébként. Nagyon szuper. Jú, de jól néz ki. Parádi, ide rakjuk. Aztán meglátjuk, hogy majd hogyan alakul itt a keret. Bontsuk a következő pakkot, most alulról nyírnám ki, szedném le a nyakát. Jó, kis szemetecske lehullat, nézzük. Nézzük, nézzük. Az lesz a különleges, talán számozat, majd megtudjuk. Van itt egy kuszunu, majd utána egy itter, egy klosz Árménia játékos, az utolsóban bízhatunk. Egy Arnold középpályás, sima paralel, nem számazott ezek ugye simák, de nagyon-nagyon szép a csillogása. Örületes, jó a kinézete, úgyhogy uh, én akkor ide raknám őt a középpályára. A többiek játékos, hát én nem tudom, azzal nem vagyok megelégedve. Ugye nehéz, mert csak a Bundesligából választhatunk, ilyen szempontból azért nincsen könnyű helyzet. Senkinek se, aki ilyen draftot épít. Hú, menjünk tovább. Menjünk tovább, mert még támadóból ott szerintem Mário Gomez azért el lesz ott veszve egyedül. Kéne neki valami kolléga oda. Ugyan, meg is látjuk. Hoppá, számozott, de Stuttgartos. Van itt egy mukiele, uh -huh, csak ő is védő, az a baj. Egy sláger, Wolfsburgos, Starspieler, majd utána egy szánkoh, illetve a végére, Mvupa támadó játékos, de hát nagyon szép a számozása per 150-131, ott láthatjátok is. Ez tök király, de nem vagyok megelégedve megint csak. Középpályára még egy Wolfsburgos, vagy esetleg Mukiele, amúgy ő, ő nagyon ügyes védő. Szerintem őt rakom be a védelembe. Legyen így, legyen így egyenlőrem. Most kicsit úgy érzem, hogy bajba vagyok srácok, az a helyzet mert, mert most már fogynak a pakok, kapusunk egyáltalán nincsen, tehát semmilyen szinten nincsen kapusunk, azt is kéne nyitni. Húha, na nézzünk egy, egy alulról bontást, itt volt egyébként az esélyek is a csomagon, ezt meg tudjátok itt nézni, hogyha sikerül rendesen kibontanom. Szóval itt vannak az esélyek, azért igen, elég durvák, tehát van olyan kártya, amilyen 10.000 csomagonként is van. Freiburgos és paralell lesz, hiszen nincsen számozás rajta. Van itt egy Kamada, majd utána egy Kalizsúri középpályára. nagyon-nagyon nem rossz. Hát nem tudom, Wolfsburgosokban már tényleg sok sokat nyitunk, úgyhogy őt nem, nem, biztos, hogy annyira szeretném beválogatni. Roadrunner típusú egyébként. Majd utána egy Grifo. Grifo a középpályára erős, erős, a csávó jó egyébként. Nem tudom, hogy Grifo vagy Kali Pontszámok alapján egyre jobb Grifo, illetve én is, én is több szép mozdulatot is láttam tőle ilyen Bundesliga összefoglalókban. Mi Kali inkább már ilyen veterán, már ilyen belassult veteránnak mondanám, úgyhogy Grifót választom. Brutál itt a csillogás, csak hogy uh, teljesítményben azért még mindig Nincsen normális csatárpárosunk, azért kettő csatárt jól lett volna oda berakni, kapussal még mindig szenvedünk, úgyhogy problémás kezd lenni ez a draft, de toljuk, nézzük, hát ha lesz ebből még valami. Kihúzom a csomagból a cuccost. Van itt nekünk egy matchwinner, kölni majd utána, nem hiszed el, hogy már te úsz? Hát nem bírjuk így, Aj, Istenem. A kutya úristenit. Ennek nagyon-nagyon nem -nagyon örülök. Ha simán kinyitom és dupla, hát annyi baj legyen, szenes, sima, az pedig színes, de így, így ez teljesen rossz. Nem bírom még egyszer ugye berakni. Rúter. A végére pedig egy Haraguchi középpályára. Nem rossz, nem rossz. Hát szívem szerint már t választanám. Rúter. Uff. Hát őt biztosan fogom berakni csatárnak. Legyen Haraguchi a középpályára. Egyébként neki a csillogása egészen szép és ritka, hiszen per 50 as az, 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 nagyon jó. Az nagyon-nagyon-nagyon jó, az már képvisel értéket, főleg, hogyha egy ennél ismertebb játékos lett volna, de mindegy, Haragucsi se a világ vége. Védelmünk megvan, középpályánk megvan, egy csatár és egy kapus szeretnék kérni ezektől a pakoktól. Légy szíves, topszisten, áldj meg engem. Jó lapokkal nem vagyok vallásos, de most már jó lenne egy kapus. Szoboszlai Dominik se rossz mondjuk, a kutya úristenét. Szoboszlait kilökheti, egy jó csatár, vagy egy kapus. Meglátjuk, meglátjuk, van itt egy Mbabu, majd utána egy Kempf, illetve egy Anton, ez nem kérdés, Anton sima para lesz, Szoboszlai Dominik. Hát ez, ez nagyon nem kérdés, hogy ő jön oda. De hova? Hova oda? Ez itt a baj, ugye? Alakítunk a felálláson, srácok. Egyedüli Gomez csatárunk lesz itt, mert hogy az utolsó pakból kapust kell választani, ha mezőnyátékos, akkor is kapus, úgyhogy ez, ez, teljesen tiszta. Grifo szél, Mateusz, ilyen támadó középpel, de nagyon erős támadó középpel, tehát ő ne jöjjön hátra védekezni nekünk, nincs erre szükség. Uh, Védekező középpályás lesz Arnold, tehát majdnem így Brooks nyakára, felburulnak lapok, Brooks nyakára rakjuk. Úgy, itt a két totál szélső védő. Ú, de bonyolult kezd lenni ez a felállás. De, de megvan a fejemben, hogy ez hogy fog jól kinézni. Oda jön Szoboszlai Dominik, Mateusz mellé. Így. Így, 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 egész jó, egész jó ez. Na, a lényege ez, hogy, hogy Arnold védekező középpás lesz ő fullba, tudja is, tudja is játszani ezt egyébként, már többször is bizonyította, a valós életbe is persze. Mateusz Szoboszlai brutál jól támadnak, ők ott el lesznek, segítik Mário Gomez-t, aki tényleg ilyen egyedüli csatárként próbál majd megoldani a helyzeteket, de szerintem be fognak szállni a srácok is, majd segíteni, illetve a két szélső is felfuthat a támadásokhoz. Szerintem ez penge, kéne kéne az utolsó pakból egy kapus. Nagyon-nagyon kellene. De jó lenne, hogyha egy Noyer vagy, vagy de bárki, akár egy, nem tudom, egy bürki, egy, egy gulácsi, tök mindegy ki. Valaki jöjjön, aki kapusnak érzi magát. Helden von Morgan, kucsáp, kecsöp, egy Hoffman, ez pedig egy Roadrunner, és a végére pedig egy dors. Kivédekezik a legjobban. Ez a roadrunner. Csávó. Akkor ő lesz. Máncos, ő lesz a kapusunk. Nincs kapus. Nem nyitottunk kapust. Ez így nagyon-nagyon visszaveti a keretünket. Hiszen, hogyha a védelmen valaki túlvereksi magát, vagy átverekedi magát, az gól. Ez, ez konkrétan gól. Mert most mit tud kivédeni egy mezőnyátékos? Nem erre... Ö van összpontosítva, meg nem nem ezt fejlesztette ki, hogy ő kapuba hogyan teljesítsen. Ez, ez így borzalom. Ez így sajnos borzalom. A kapus hiánya miatt azért most ö, nem biztos, hogy ezzel a kerettel szívesen kimernék állni. Ez brutálisan nehéz. Remélem, hogy azért, azért tetszett nektek ez a bontás, mert amúgy nem lett rossz szerintem a keret illetve nyitottunk egy per 50-es játékos Bundesliga legendet, paralelbe, simába, lilába, úgyhogy a, a keret nagyon király, Szoboszla is ott van, tehát ez a része. A támadó része az kiemelkedően jó, de a többi, még a védelemre is azt mondanám, hogy oké de azért itt kapus meg középpás poszton nem vagyok 100%-ig megelégedve. Hogyha részt szeretnétek venni a nyereményjátékon, illetve szavaznátok, hogy melyikünk kerete lett a jobb, nézzétek meg ugye sportkárc videóját is, és akkor onnan látjátok, hogy neki milyen lett a kerete. Szóval akkor jelentkezzetek a nyereményjátékra. Most átszaladunk a gépre, és akkor meg is mutatom, hogy mit kell csinálni. Ha valakit érdekel ez a rész még, akkor maradjon egy pár percre. Oké, okay, itt is vagyunk, átjöttünk a számítógépre. Megnézzük itt a nyereményjátékhoz, miket kell teljesíteni, hogyan működik ez az egész hogyan tudtak nyerni? Tops, Match, Tax, Bundesliga Chrome ugyanolyan négykártyás, viszont számozotta, mindenféle jósággal ellátott csomagokat lehet nyerni, mint amiket mi kibontottunk a drafthoz. A lényeg annyi, hogy egyetlen egy nyertes lesz, az viszont egy nagyon-nagyon korrekt csomagot kap készhez, így kezdésnek, vagy csak akár ilyen relikviaként ezekből a Bundesliga Chrome csomagból 5 darab bontatlan csomag. Az, az, mondjuk szerintem egy teljesen korrekt így, kezdésnek, egyáltalán nem tűnik rossznak, ugye 20 darab kártya, a között kell lennie azért szerintem legalább egy-kettő számozottnak, de paralelnek biztosan, ugye, úgyhogy ezek, ezek szép kártyát rejtenek, és, és igazán értékeset is lehet belőlük nyitni, úgyhogy ez, ez már nem egy ilyen kis három matrica csomagos nyereményjáték és tartára, hanem ezek igazi prémium kártyás, talán ennél még nem is volt a csatornán, hogy prémium kártyás nyereményjáték. Ehhez a többiekkel össze kellett állnom, hogy ez, ezt tudjuk így fedezni. Postaköltséget is mi álljuk, tehát neked igazából nyerned kell. A postaköltséget a kollektól állta. Na jó, akkor elmondom az elejétől kezdve. Én a saját utcomból osztottam kettő csomagot, Sport ugyanúgy kettő csomagot, a kollektólos rácok viszik a postázást rendes futárral, meg mindennel, illetve egy darab csomagot őt is bedobtak, és akkor így mindenki nagyjából ugyanannyit tett bele a közösbe. Így nézünk ki, tehát így jött ki összesen az öt bontatlan csomag és maga a postaköltség. Ez a oldalon, ami ott van leírásban, meg a hozzászólásban is fixen berögzítve, ott igazából be tudtok lépni ide az oldalra, be kell jelentkezni valamivel, nevet megadni. Egy nevet beírsz, egy e-mail címet, hiszen e-mailben fogunk veled kapcsolatba lépni, valószínűleg a kollektó fogja veled felvenni a kapcsolatot, a szállítása kapcsolat. Szóval, hogyha ez megvan, akkor teljesen király. Jó, na, nézzük, hogy miket kell csinálni. Az első futballkárc hunnak, vagyis nekem, a YouTube oldalamon fel legyél iratkozva fel, vagy látja a rendszer, tök oké, okay. feljössz ide, látja, oké, okay, vissza. Majd utána az Instagram oldalamra kell egy követést nyomni, itt is, hogyha már be van követve, az tök oké. Okay. Szoktam megosztani, sőt-sőt, exkluzív videók, Facebook, meg Instagram videók is szoktak lenni. Itt a maildéjeket is megosztom, hogyha van valami, vagy új megjelenés, ezeket mindig ide kirakom. Igazából sztoriba is néha szoktam pakolászni dolgokat, úgyhogy alapból itt vannak jó érdekes infók szerintem. Sportkárc Hungarynek a YouTube csatorna. Eleve ugye itt megnézted az ő draftját, akkor szerintem tök király, ha fel is rá. Jó gyerek, ismerjük, úgyhogy, úgyhogy ő is csinál egész rendszerességgel nagyon-nagyon jó videókat. Már a starter pakot meg is nézte az update editionből előbb, mint én, úgyhogy érdemes lehet rá is feliratkozni. Illetve csak, hogy fel legyen, neki is, beraktam az Instagramját. Noha nem csinál rajta semmit, de majd rászólunk, hogy kösse fel a gatyát, és nyomja az Instagram cuccokat is, mert egyébként itt tök jó fotókat osztott meg, úgyhogy szomorú is vagyok, hogy nem csapatja neki. Úgyhogy ide kis lelkesítésképpen csapassatok neki követéseket. Ezek cetliteket érnek, természetesen mindegyikért cetlit. Itt látjátok, hogy a YouTube csatornák három cetlit érnek, az Instagramok kettő cetlit érnek. A kollektól a kollektolnál magát a weboldalt kell meglátogatni, három cetliért. Itt már feljöttök, itt vagytok a kezdő oldalon, kicsit körülnéztek, tök király, atom király. Úgyhogy ez, ez itt a ami nagyon fontos, hogy feljöjjetek a kollektorra, hiszen nem kell regisztráció, mint az Instánál, meg Youtube-nál, itt csak rájössz, a szevasz, már három cetlit van. A másik, a legfontosabb, ami a leges legtöbb cetlit ér, és ugyanúgy nem kell regisztrálni hozzá. Melyik videósnak volt jobb a csapata? Nagyon egyszerű. Múltkori draftnál, majd csináltunk már ilyet ugye a sima krómokkal, nem a Bundesligással, csomóan mondtátok, hogy legyen döntetlen. Nem. Itt nincs döntetlen vagy az enyém volt a jobb, vagy a sportkárt Nincsen jó vagy rossz válasz, csak döntsd el, hogy szerinted melyik volt a jobb csapat. Ez négy liter, ér, és zsáknyi cetlit össze is szedni. Ezekből egyetlen egyet fogunk húzni, úgyhogy nagyon izgalmasnak tűnik a dolog. Remélem, hogy jó helyre kerül majd ez az öt bontatlan Bundesliga a Ezt a nyereményjátékot tudjátok nyomatni egészen 15-ig, március 15 a hosszú hétvégének az utolsó napja éjfélig akkor lezárjuk, és majd másnap 16-án fogom én délelőtt kisorsolni. Kirakjuk majd az oldalunkra, szerintem a Sportkáccot is megkérjük, hogy nyomassa ki a, a, a YouTube közösségi felületére, én is kirakom mindenhova. Úgyhogy külön videó nem lesz a sorsásról, de mindenhova kirakjuk, hogy az oldal kicsorsolt ki igazából. Meglátjátok, amint feljöttök ide az oldalra, látjátok, hogy az oldal kicsorsolt ki. Ismeritek a rendszert, nem kell túlmagyaráznom. Így is megtettem ezt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Az egész draftom, hogyha megnéztétek, döntsetek, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy gondoljátok, mondjuk nekem a kapusposzt miatt. Eh, mindegy. Szóval izgi. Köszönöm szépen. Sok sikert mindenkinek. Sziasztok!